A tavaly elindított akciót idén is folytatja a FIVOSZ, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, amely ezzel is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több fiatal verjen gyökeret itt zuglóban, és gazdagítsa ne csak a saját családját, saját egzisztenciáját, de a helyi közösséget is. Ezt a kezdeményezést támogatja a Zugló Televízió is, ezért rendszeresen imitálunk a stúdióba, és mutatunk be olyan fiatal szakembereket, vállalkozókat, akik hasznos tanácsaikkal segíthetik a még csak most vállalkozásba kezdőket. Mai vendégünk Békési Brigitta, a Beauty Robik franchise megalapítója. Tulajdonos, a jó napot kívánok! Üdvözlöm! Fiatal hölgyről van szó. Ön szerint a hölgyeknek. Különösen kezdővállalkozóként nehezebb dolguk van, mint a férfiaknak, vagy ez semleges-e tekintetben? Nekem az a tapasztalatom, hogy abszolút semleges, tehát én ezt nem úgy különböztetném meg, hogy női vagy férfi vállalkozó, inkább azt mondanám, hogy annak van nagyon nehéz dolga, akit egyáltalán nem érdekel az üzlet. Ugyanis nagyon sokan azt gondolják tévesen, hogy attól, hogy valamiben jók, tehát valami az értenek, mondjuk nagyon jól tudnak hamburgert csinálni, akkor ők már nyithatnak egy hamburgerezőt, és az sikeres lesz. És ez ugye nagyon nagy tévedés, hiszen ahhoz, hogy az ember egy sikeres hamburgerezőt vezessen, kell tudni különböző üzleti technikákat, hogyan kell vezetni, menedzsment technikákat, stb. És, és hogyha valaki ezt nem tudja, akkor hiába mondjuk tud egy finom hamburgert készíteni, mégsem biztos, hogy sikeresen és jövedelmezően fogja tudni az üzletét vezetni. És ugye általában a férfi jobban érdekli az üzlet, és ezért lehet azt mondani, hogy általában ők sikeresebbek az üzleti pályán. De ezt nem nem alapján ö, különböztetném meg. Én például 16 évesen az első könyv, amit olvastam, én üzleti jellegű, az a Kiosztaki szegény szegénypapa volt, és imádtam. És én akkor eldöntöttem, hogy vállalkozó akarok lenni, és ez olyan szinten megmaradt azóta is, hogyha bármilyen könyvet nézek, az biztos, hogy üzleti jellegű. Ugyanilyen főiskolára jártam, tehát menedzsment szakirányos voltam, tehát abszolút ez az, amit tanultam, és emiatt én nem érzem azt, hogy bármi megkülönböztetőség érne így az a az üzleti tudás szempontjából azért, mert nő vagyok. Jogszabályok ugyanúgy vonatkoznak, nem tesznek különbséget férfi vagy nő között, tehát nem mondanám azt, hogy előny vagy hátrány, hát maximum annyi, hogyha az ember tárgyal és egy csinos növel tárgyal, akkor kedvesebbek vele, de az már maximum előny lehet, de hátrány semmiképp. Az ön tapasztalata szerint egy, egyébként a vállalkozások irányultsága tekintetében van-e különbség? Tehát ilyen abszolút kívülről ránéző laikusként azt gondolnám, hogy talán a hölgyek a szolgáltatás jellegű, tehát az emberi kapcsolatokra építő vállalkozásokban sikeresebbek, míg a férfiak inkább a kereskedelem, termelés egyéb terén. De ez lehet, hogy egy nagyon lépcsőházi okoskodás. Igen, ez, ez megint csak arra jellemző, hogy ugye a két nem közötti különbség általánosságban igaz, hogy a nők azok, a sokkal magasabb ugye az ekujuk, az érzelmi intelligenciájuk, sokkal jobb, jobban tudnak ö, az emberekkel törődni, sokkal érzékenyebbek szociálisan, és emiatt azokat a fajta ilyen szenzitív jelzéseket, ami a másik embernek a törődéséhez kell, azokat jobban veszik, és ezáltal ugye sikeresebbek tudnak lenni azokban az üzletekben. Még ugye a férfiak mondjuk technikailag műszakilag sokkal több férfi van, aki, akit az érdekes, és ezáltal, ugye nyilván azokban az üzletekben, jellemzőbb a férfi. De ez megint csak olyan, hogy ez ilyen általánosítás. Tehát én ismertem olyan nőt, aki webprogramozó, és igaz, ilyen kocka. Tehát mondjuk rá azt mondanám, hogy neki inkább a férfiasabb szakmák való. Beszéljünk egy kicsit az ön konkrét tapasztalatairól. Ugye a Beauty Robic az Ma már franchise Igen. gazdaként működik. Igen. Tehát ez gondolom önmagában is jelez sikert. De Igen. ez hanyadik állomása az ön életében? Tehát hány sikertelen próbálkozás után jön az első siker? Hát az első vállalkozásom, amit alapítottam, az körülbelül Másfél hónap után ment teljesen csődbe, úgyhogy ez nagyon jó kérdés. Én pont írok most egy könyvet, és annak kapcsán is megfogalmazódott bennem, meg az a jó, hogy igazából én ezt abszolút megtanultam és tudom, és aki üzleti jellegű könyveket olvas, az ezzel tisztában kell, hogy legyen, hogy nincs ilyen, hogy bukás. A bukás az a sikernek a része. Tehát igazából, hogy tanul a kisgyerek járni? Ugye fel, feláll, elesik, feláll, elesik, feláll, elesik, és egyszer csak nem esik el. És minden ugyanígy van. Bármi olyan dolog, ami újat próbálunk, mindegy, hogy ez egy sport, ez egy vállalkozás, bármi az életbe, az nem megy elsőre tökéletesen. A különbség az két ember között, hogy feladja, vagy pedig tovább próbálkozik, és nagyon sokszor az van, hogy én azt látom, hogy ugye még mindig azt gondolják az emberek, hogy megbukni ciki, és ezért, hogyha valami negatív élményük van, akkor ugye elkerülök, és inkább nem próbálkoznak újra. Pedig igazából csak akkor lehet elbukni, hogyha az ember feladja. Tehát két, éppen a könyvemben írtam, hogy két útja van a bukásnak, az egyik az, hogy meg se próbálod, a másik az, hogy feladod. Van azért a, a, járás tanulás közben eleső gyerekkel összehasonlítva még egy különbség is, hogy itt a bukásnak anyagi konzekvenciái is lehetnek. Ez tény, de én hiszek abban, hogy ha valaki pénznek nem tud pénzt csinálni, az pénzzel sem fog tudni csinálni. Tehát, hogy ez egy egyszerű dolog, amikor azt mondják az emberek, hogy jó, persze, neki könnyű, mert van pénze, neki nem könnyű, ő nem tud, mert nincs pénze. Ez egy kifogás. Én ebben száz hiszek. Én az első vállalkozásomra összegyűjtöttem, elbuktam, megint fel tudtam állni. A legtöbb lottó milliárdos, aki megnyeri a lottót, 90 százalékuk elveszít mindent. Azért, mert nem tudja kezelni a pénzt. Ezért ez egy ugyanúgy egy tanulási folyamat. Tehát, ö, és a legtöbb gazdag ember sikeres üzletember a világon nem született annak. Tehát ezt meg, ezt meg kell tudni, ezt a technikát tanulni, és ehhez nem pénz kell, ehhez tudás kell, amit az előbb mondtam. Akkor közelítsünk a másik oldalról. Ö, hogy lehet észrevenni, hogy valami sikeres? Ugye az önmagában, hogy működik a, a dolog, az még nem feltétlenül mérvadó, mert, mert mennyi ideig kell annak így működnie, hogy azt mondhassam, hogy sikeres? Mikor, mikor látta azt, hogy például a beauty robik az, az, az már bevált? Igen, itt ugye eleve az a kérdés, hogy mi a sikermércéje. Tehát, hogy ugye mit nevezünk sikernek? Anyagilag sikeres valami, vagy pedig mondjuk sikeres azért, mert sokan szeretik, vagy sikeres azért, mert mondjuk nálam például több franchise partner érdeklődik és akar. Tehát ugye itt ez egy nagyon fontos kérdés. Vannak olyan üzletágak, ami azt mondhatnám, hogy egy boom, tehát hogy, hogy van valami népszerű dolog, és hogyha abban időben beszállsz, akkor sikeres lesz, és két év utána az elismerés. volt egy ilyen vállalkozásunk, volt egy kuponos cégünk, és egy időben ugye a kuponozás az nagyon-nagyon ment. Most szándékosan nem mondom a nevét a cégnek, vagy nem tudom, hogy lehet -e mondani, de az nagyon-nagyon sikeres lesz pillanatok alatt. Viszont ugye nyilván, ahogy a kuponozás lecsenget, ez a cég is lecsengett. Tehát ez, ez a fajta. Tehát ezt a fajta sikert, én ezt nem nevezném úgy sikerességnek, mint amit ugye mondjuk, hogy hosszú távon valami stabilan működik. A Beautyrobic az egy egészen más helyzet, hiszen a Beautyrobicnál én magam magamnak alkottam meg egy olyan edzésformát, ami, ami számomra a tökéletes edzés. Éreztem azt, hogy a, nem, nem, egyik edzésben sem találtam meg azt, amit én elképzeltem. Én szerettem volna egy olyat, ami tényleg kemény edzés, viszont mellette igazán nőies, de mondjuk nem úgy táncos, hogy koreografált, mert nem tudtam rendszeresen eljárni a munka mellett. És mondtam, hogy nem igaz, hogy miért nincs egy ilyen. És akkor mondtam, hogy oké, okay, akkor majd én megcsinálom. Steve Jobs sem úgy találta fel ugye az okos telefont, hogy előtte egyáltalán nem volt telefon, hanem egyszerűen tökéletesített és beletett olyan funkciókat, ami valószínűleg zavarta, hogy miért nincsen a normál telefonba. És és ugye, ahogy ezt kitaláltam, kiderült, hogy másnak is vannak ilyen problémái, hiszen ugye egyre többen és többen lettünk. És Nyilván, hogyha a legelső időkre gondolok, amikor elhívtam egy barátnőmet, hogy ö, ne egyedül legyek, hogyha nem jön senki az edzés, és jöttek még ketten, akkor hárman voltunk, ahhoz képest most már teljesen teltházasok az óráink, sőt, éppen most csináltunk egy ilyen felmérést, hogy hetente több mint kétezren edzenek. Ez már önmagában sikeresség, és ugye növekszik folyamatosan. Anyagilag is ugye az ember attól függ, hogy mit nevezünk sikernek, tehát mindennél van több, és az ember hozzászokik mindenhez, tehát nem mi a, mi a siker. Tehát, hogyha Steve Jobs-hoz hasonlítjuk, akkor ugye nyilván más. De de az, hogy ennyien szeretik, és az, hogy folyamatosan növekszik, és egyébként nem állunk le a fejlődésem folyamatosan mi is fejlesztünk, próbáljuk az igényeket kielégíteni, és amit én nagyon fontosnak tartok, és mindig mondok, ez a, ez egy újfajta a kifejezés egyébként, az a neve, hogy service design. Tehát az, hogy, hogy próbáljuk meg egy ilyen ügyfél központú szolgáltatást nyújtani, ez szerintem nagyon sokat tud adni. Magyarországon szinte az luxus már, hogy bemegy az ember egy boltba, és rámosolyognak az eladók. Pedig ez nem kerül semmibe, és viszonyatosan pozitív élményt tud kiváltani az emberekből. Mégis azt gondolom, hogy ennél például, tehát hogy hogyan tudjuk segíteni ugye a fiatal vállalkozókat, hát itt kezdődjön a dolog, hogy nevelje az alkalmazottait, hogy legyenek kedvesek és ügyfélközpontúak. Magyarországon nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ha bár mondjuk valakinek én fizetek, mégis úgy érzem, hogy szinte nekem kell meghunyászkodni, és ilyenkor nem értem, hogy, hogy ha tőlem jön a pénz, hogy hogy nem kedves. Említette a tapasztalatok átadását, illetve a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségét. Jól gondolom, hogy a, a, a FIVOS honlapján, illetve a FIVOS szervezetén keresztül is kapcsolatba lehet lépni önökkel, önnel. Igen. És akár a tapasztalatok átadásában a, a felgyűlemlet tudás megismertetésében is közre tud működni. Igen, abszolút, sőt én vagyok a Sport és Életmód Bizottságának a fivoz ba úgyhogy ha bárkinek olyan jellegű vállalkozása van, ami sporta vagy életmóddal kapcsolatos, akkor személyesen engem is fel tud keresni az ügyben. Köszönjük szépen az információkat, és további sok sikert Köszönöm a meghívást.